Sziasztok, ez itt a Connection Farkas, és eh, ahogy azt az előző videómban ígértem, megpróbálok egy picit utána járni annak, hogy milyen körülmények között találkozott egymással a Barcelona és a Ferencváros, vagy a Ferencváros és a Barcelona. Hivatalos, azaz tétmérkőzésen nem találkoztak egymással, mégis ez a párharc, ha hiszitek, hanem egy közel 100 éves múltra tekint vissza, hiszen 1923 március 4-én szombaton játszottak egymással először a Les courts és rögtön azt követően, azaz azt követő nap, március 5-én is meccseltek egyet egymás ellen, zöldfehérek és gránátvöröskékek, mind a két alkalommal a Barcelona 2-0 arányban megnyerte a mérkőzést. Március 2-án, azaz pénteken a Mundo Deportivo beharangozza a Ferencváros elleni mérkőzést, mondván ez minden bizonyal egy rendkívül nehéz összecsapás lesz. Miből indultak ki? Most ezt megelőzően az MTK és az UTE is játszott Spanyolországban, hozzáteszem a Ferencváros is. A Ferencváros korábban a Real Sociedad elődjeként emlegetett Donostia ellen meccselt, és játszott az Atletik Bilbao ellen is egy felkészülési mérkőzést, mind a két alkalommal jó benyomást tett a spanyol szurkolókra. Olyannyira, hogy bizonyára hallottatok már a történetről, mely szerint, hogy a Fradinak volt egy Lakatos nevű játékosa, és Lakatos olyannyira nagy hatással volt, ha úgy tetszik, a helyi szurkolókra, hogy amikor megláttak egy lakatoshoz hasonló játékost az Atletikben, akkor ráaggasztották a lakatos becenevet, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy Ladazabal lakatos néven játszott éveken keresztül Spanyolországban, és tulajdonképpen így is vonult nyugdíjba. Tehát, hogy az ember mondjuk kutakodik a tekintetben, hogy ki is ez a lakatos, milyen magyar játékosról van szó, aki az Atletik Bilbao-ban, az Atletik Bilbao-ban játszott, Nos, nincs ilyen magyar játékos, hanem egy basz futbalistára aggasztották a lakatos nevet, éppen azért, mert ez a fiatal jó benyomást tett a szurkolókra. Nos, visszatérve a mi mérkőzésünkre, rendkívül érdekes. Szóval, az MTK játszik két mérkőzést a Barcelona ellen, még ebben a szezonban mindkét alkalommal egy 0-0-át. Az MTK szenzációsan futballozott. Az UTE nem játszott ugyan a Barcelona ellen, de játszott a barcelonai Európa ellen, amely korábban egy igen nagy nevű, jó nevű csapat volt, és kétszer nyert, egy alkalommal pedig vereséget szenvedett. Most ebből indultak ki természetesen a katalánok, és ebből vagy ezen előzmények tükrében gondolták azt, hogy ez egy rendkívül nehéz mérkőzés lesz. Ez nem így történt, ugyanis a várakozásokon Jóval a várakozásokon alul teljesített a Ferencváros, ennek különböző okai vannak, de ezt másodikán még nem tudták beharangozni, ugyanis abban az időben az újságírás nem úgy zajlott, mint most, összesen lehet a kettőt hasonlítani. Tehát amikor az összeállításokat leírták, akkor ugye hallás után próbálták valahogy a szabó nevet leírni, de ez nem nagyon sikerült. Minden egyes tudósításban szabóként szerepel szabó, az összes többről már ne is, ne is beszéljünk. Szóval, fájra lép a Leszkorcban a Barcelona a Ferencváros ellen, kétszer, két egymást követő nap, mind a két találkozót megnyeri. Semmit nem láttak abból a Ferencvárosból a katalánok, amit ö, gondoltak erről a csapatról, vagy amire számítottak. És megjegyzik, hogy azért nem a véletlen műve, hogy a Ferencváros a magyar bajnokságban csak harmadik az MTK és az Újpest mögött. Persze, mondom, március másodikon sok minden nem tudtak még erről a csapatról. Nagyon szépen, tisztességesen beharangozzák, hogy ki hányszoros válogatott, de azt nem, nem, írják le, mert nem tudják, hogy például a Blum és Amzel Ignác nem játszik a Fradiban, mert ők a magyar válogatott erősítették Genovában az olaszok ellen egy 0 0 mérkőzésen. Mindettől függetlenül a Ferencváros tele volt válogatott játékosok a jobbnál jobb futbalistákkal. No de nézzük a két összeállítást. Weiss, Takács egy Hungler 2, Wilhelm Szabó Furman, Héger Tóth Patakis Reiber és Wiener így állt föl a Fradi az első meccsen. A második találkozóra változtattak, méghozzá két helyen, Hungler kettő helyére bekerült kővágó, és Takács kettő Schreiber pozíciójában foglalt helyet. Takács kettő szenzációs futbalista volt, de Takács egy is, ebben a, ebben, a, ebben a, csapatban mindenki. A Fradinak a második mérkőzésen volt némi esélye, de alapjában olyan semmi esélye nem volt arra, hogy megverje a Barcelonát, amely olyan játékosokkal állt föl, mint Pepe Sambitier, vagy éppen Sagi Barbat. Nos, hogy mi az, ami szembetűnő volt akkor a katalán tudósítónak? Az az, hogy az MTK a precíziós játékra és a játék tudásra, vagy hogyha úgy tetszik, vagy azt is mondhatnám, a játék tudományára épített, az UTE a gyorsaságra, illetve a hatékonyságra. Na most ebből a négyesből semmi nem. Jött vissza, ami a fradi játékát illeti. Ezért is okozott a Ferencváros némiképpen csalódást akkor Barcelonában. Ettől függetlenül elismerték, hogy a, Bar hogy a Ferencváros egy kifejezetten jó csapat, és a Barcelonát is elmarasztalták, mondván úgy nyert 2 óra, hogy tulajdonképpen meg sem erőltette magát. Rendkívül eseménydús volt tulajdonképpen mindkét mérkőzés, de mondom, a Ferencvárosnak igazán nem volt esélye arra, hogy bármelyik találkozót is megnyerje. És megjegyzik egyébként a katalán újságírók, hogy nem a véletlen bűve, hogy ezt már említettem, hogy a Ferencváros csak a harmadik a magyar bajnoki táblázaton. Jó csapat, minden kétséget kizáróan, de van két együttes, az MTK és az UTE, amely játékban és játékosokban előrébb tart. Valóban a második számú kapusa Weissel állt föl a Ferencváros, valóban nem volt ott Blum, aki később virágnéven szerepelt. Ettől függetlenül bizony szempontból szerintem az Ferencvárosi körökben is csalódást keltett ez a két végeredmény. Tehát ez volt az első találkozó a Barcelona és a Ferencváros között, az első mérkőzés, sőt, rögtön kettőt játszottak március 4-én 23-ban, és március 5-én szintén 23-ban, mind a kettőt a Barcelona simán megnyerte kettőn óra. A következő videóban a jövök további mérkőzésekkel, további párharcokkal, ami a Ferencváros és a Barcelonát illeti, de kitérek majd a Juve, azaz a Juventus Ferencváros összecsapásokra is, úgyhogy mindenképpen nézzétek ezt a csatornát, iratkozzatok föl rá, legyünk minél többen, minél többen vagyunk, annál nagyobb lesz az én lelkesedésem, annál jobb videókat fogok majd gyártani a továbbiakban, hiszen azért megpróbálunk értéket teremteni, tehát nem csak csinálunk valamit, hanem tényleg valóban valami fajta értéket szeretnénk itt közösen képviselni. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki feliratkozott, és hát adjátok tovább, hogy az én csatornámon ilyen és ehhez hasonló, hogy tetszik, történelmi jelentőségű információkat kaptok, amik által azt gondolom, hogy mindannyian gazdagodni tudunk, úgyhogy nézzétek a Connection Farkast. Köszönöm, köszönöm srácok!